Munka vagy tanulás? Ezek közül választhatnak a munkaképes fogvatartottak a hazai büntetés végrehajtási intézetekben. Vannak, akik a tanulás mellett dolgoznak is, de általánosságban elmondható, hogy aki általános, középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat, ők csak erre a feladatra koncentrálnak. Tájékoztatta televíziónkat Orosz Zoltán szóvívő. A bizonyítványban semmiféle utalás sem szerepel arról, hogy a vizsgázó képesítését mint elítélt szerezte. A börtönben felsőfokú tanulmányok folytatására is lehetőségük van az elítélteknek. Elsősorban a nagy ítélettel rendelkező fogvatartottak végeznek felsőoktatási tanulmányokat. Van, aki főiskolai, és van, aki egyetemi képzésen vesz részt. A legnépszerűbb szakoknak a teológus és az informatikus könyvtáros számít, de a közelmúltban sokan választották a kommunikációs vagy a művelődés szervező képzéseket is. Az idejében szeptember elején ugyanúgy, mint a civil életben és valamennyi iskola tantermében, a börtönökben és a büntetésvégrehajtási intézetekben is megszólalt az első csengő, ami a 2018-19-es tanévet jelezte. A hazai börtönökben majdnem 800 fogvatartott kezdte meg az általános iskolai, több mint 1100 a középiskolai tanulmányait, és 24 fő jelentkezett felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni. Ezek mellett több mint 1300-an szakképzésben is részt vesznek az országban. Az általános, középiskolai és felsőfokú tanulmányokon túl szakmákat is tanulhatnak a fogvatartottak. Országos átlagban a fogvatartottak ötöde tud elsősorban valamilyen hiányszakmát tanulni, ilyen például a szobafestő, mázoló, tapétázó, a szakács vagy a villanyszerelő és a heggesztő is. Képzéseket egy fix létszámmal indítanak az intézetekben, így nem minden esetben tud mindenki tanulni, de minden munkaképes fogvatartott jelentkezhet. Az oktatások minden esetben az intézeteken belül zajlanak, nappali, esti, illetve levelező tagozaton, államilag finanszírozott formában, a nemzeti alaptanterben megfogalmazottak alapján. Hasonlóan zajlik, mint a kint a civil iskolákban. Ugyanúgy a tanulóknak, idézőjelben mondom tanulók, tehát a fogvatartott tanulóknak órakezdésre bent kell lenni a tanteremben, hiszen valamennyi börtönben van kialakítva a tanterem. Külsős tanárok járnak be, és ők oktatják a elítélteket. Ugyanúgy van nekik házi feladat, ugyanúgy fel kell készülni a következő tanórára. Témazáró dolgozatokat, akár rövid dolgozatokat is írniuk kell, illetve meg kell felelniük valamennyi követelménynek, és órai feleletek is vannak. Annyi a különbség, hogy itt természetesen a tanuló fogva tartottak, ők úgynevezett rabruhában ülnek a padsorokban. Kis létámú osztályok vannak, ezért azt tudom mondani, hogy egyébként ez így sokkal hatékonyabb, mint hogyha nagyobb létszámmal oktatnánk őket. A fogvatartottak iskolai végzettsége mindenhol a világon alacsonyabb a társadalmi átlagnál. Sokan vannak itthon is olyanok, akik még az általános iskolát sem fejezték be. A büntetés végrehajtási szervezet az alapfokú oktatás általános biztosításával, a szak és betanított képzések elérhetővé tételével növeli a fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedésének esélyeit, de az iskolai oktatás hiányosságainak csökkentésével potenciálisan a visszaesés lehetőségét is csökkenti.